A Dél-Amerikában őshonos pampanyol, vagy más néven nagymara, földünk második legnagyobb rákcsálója. Megjelenése olyan, mintha egy nyulat kereszteztek volna egy őzzel, Valójában azonban a tengeri malacfélék családjába tartozik. A egyházi állatparkban élő három tenyészpár közül most mindháromnak született egy-egy kölyke a hétvégén. Már a látogatók is megtekinthetik a nagymara kölyköket, melyek közel egy időben láttak napvilágot. Az apróságok három hónap hívemhesség után születtek, és jelenleg anyatájjel táplálkoznak, de hamarosan elkezdenek ők is zöldség és gyümölcsökből álló menüt fogyasztani. A marákra jellemző, hogy monogám párkapcsolatban élnek, ráadásul a hímek folyamatosan a nőstények közelében maradnak, hiszen a párzási időszak csupán pár órát fél évente, ezért a hímek nem szeretnék elszalasztani az alkalmat. A kicsik születése után a hím nagymarák a nap nagy részét örködéssel töltik, hogy párjukat és utódaikat figyelmeztessék a veszélyekre, valamint a ragadozókat és a rivális hímeket távol tartsák a családtól. A pampanyúl kölykök már 24 órával a születésük után képesek önállóan járkálni, ekkor még leginkább a rejtett kotorékban tartózkodnak, aztán napsütéses időben előszeretettel tartózkodnak a föld felszín felett is az andokkalandok kifutó rendszerben. A kicsik felnevelése idején az addig csak kettesben élő párok a többi párral átmeneti kolóniát alkotnak, és közösen vigyáznak az utódokra.